Sziasztok, ma ismét egy kis Sims-et fogok játszani. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy a Sim-em elég boldogságpontot gyűjtött ahhoz, hogy beváltsa ezt egy jutalomra. Ezért nézzük is meg, hogy a boldogság panelen milyen megvásárolható jutalmak vannak. Ezt itt találjátok a kis ládikánál. Látszik, hogy 5034 ponton van jelenleg, és nézzük az életre szóló jutalmakat. Itt az első három, ez az egyetem kapcsán jött, ezek ilyen különböző szociális körökbe való tartozás, de ezen kívül, ha nézitek tovább, minimum 5000-be kerülnek, és látjátok, hogy igazán sokfélék lehetnek ezek a jutalmak. A különböző kiegészítőkhöz is mindig érkeznek újabbak és újabbak. Nyilván, amik kevesebbe kerülnek, azok úgymond kevésbé hatnak a Sim életére, de vannak, amik nagyon jók. Például, amit először meg fogok vásárolni, ez az acélhólyag. Pisilni csak a gyenge önuralommal és hólyaggal rendelkező Simeknek kell. Ez 10000-be kerülése, ez azt teszi, hogy a Simemnek soha többet nem kell a mosdóba mennie. Ami lássuk be, hogy elég jó, mert sok időt megtakaríthatunk végül is. Tehát ezt fogom majd először mindenképp megvásárolni. Mindig ez szokott lenni nekem az első. Még nagyon ez a Simeleon sokszorozó, ez az állomállásokkal jött. Az állomállások kapcsán több pénzt lehet keresni a munkával. Aztán, mint látjátok, tényleg rengetegféle van. Például az életre szóló kívánság megváltoztatása, ezt akkor szoktam használni, hogyha egy külső Sim beköltözik a háztartásomba, és az ő életre szóló kívánsága nem tetszik nekem. Ilyenkor meg szoktam változtatni, aztán van masszatálló, ilyenkor a Simem körülbelül soha nem lesz büdös, tehát nem is nagyon kell fürdenie. A szuperkertészt is biztos meg fogom venni majd. Látjuk, van, hogy alig éhes. Itt a legdrágábbak van teleportpad például. Ez azt teszi, hogy kapunk egy szerkezetet, amivel ténylegesen teleportálni tudunk, így nem kell utazni. Aztán a megfiatalító főzet és az életkor befagyasztó főzet, ezek a Simek öregedését befolyásolják. A hangulatjelző kezelő pedig a Simeknek a hangulatjelzőit tudja megváltoztatni, a sajátot is, vagy másokét is. Kajaklónozó egyértelmű. Tehát itt ezek a drágábbak, ezek már nagyon különlegesek és nagyon jók. Nekem most ugye 5000 pontom van, és először az acélhólyagot szeretném majd megvenni, ezért még 5000-et kell majd hozzá gyűjtenem. Hát még erre várni kell egy kicsit, kertészeti jártasságom harmadik szintű is lett. Remek. Ja, és egyébként itt a jártasságoknál látjátok, hogy ami így ki van ilyen világosítva ezek közül, a bogyok közül, hogyha itt például a főzéstudománynál negyedik szintűre felfejlesztem, akkor munka közben az eredménymutatom gyorsabban fog nőni tőle. Láthatjátok, hogy a főzéstudománynál ez a kis mosolygó fejecske így az utolsó előtti, tehát hogyha megszerzem az utolsó pontot, akkor lesz ugyanolyan, mint itt a hangulatnál, és sokkal gyorsabban fog tőle nőni az eredménymutatom. Nézzük, milyen vágyaim vannak jelenleg. Főzéstudomány órákat nem hiszem, hogy fogok venni, mert ugye nagyon drágák. Nem baj, most menjünk is, ne is haza, hanem nyereményjegyeket gyűjteni a fesztiválon. Nézzük meg a fesztivált. Csak reggel 8-tól este 9-ig van nyitva a fesztivál, tehát most nem tudok oda menni és nyereményjegyeket gyűjteni, úgyhogy inkább akkor hazamegyek. Itthon is vagyok. Nézzük még, holnap 3-tól lesz munka, úgyhogy még van egy kis időm. Szerintem a változatosság kedvéért elmegyek a mosdóba, aztán olvasok egy kicsit. Itt még egy zombi látható, ezek nagyon szeretnek jönni, gyorsan addig kidobom a régi újságokat. Olvasok egy kicsit, aztán jöhet az alvás.
még egy kicsit a szórakozást felfelé tornázom mindenképp, hogy a szívem jól érezze magát. Itt látszik, hogy jól szórakozik, sőt, most már pompásan érzi magát, tehát egyre több boldogságpontot is kap. Még egy zombi megjelent. És eljött Szent Heverdel napja. Ez azt jelenti, hogy tényleg ma nem is kell dolgozni menni, hanem ma szabad nap lesz. Itt megjelent egy vágy, hogy medencés bulit tartani, ezt szerintem nem fogom teljesíteni, mivel hát nem érzem korrektnek, hogy elhívok egy pár szimet medencés bulira, amikor nincs is medencém. Tehát még egy kicsit a szórakozás minden mindjárt maximális lesz. Itt a Szent Heverdel napjától látszik is a nyári muri hangulatjelző. Most pedig nyomás aludni. Na, a szímem hamarosan... Nem igaz, hogy nem telt meg maximálisan az energiája, de mivel ki akarom használni ezt a nyári muri napot, azért inkább most felkeltettem, és el is indulok a fesztivál helyére. Látszik, hogy rossz alvás hangulatjelzőt kapott, mert olcsó ágyam van. Tehát itt vagyunk a fesztivál helyszínén. Különböző vágyak vannak. Látszik, hogy itt van focipálya, vannak ilyen étkező helyek. Készítünk is gyorsan egy jégkását, mert ez az egyik vágya a szívemnek. Legyen mondjuk kékmálnás. El is készíti magának. És ehhez szokott járni hangulatjelző is. Nem tudom, miért nem jelent még meg, lehet, hogy még, igen, még nem kezdte el megenni. Most talán... Nem, most be is fejezte. Ott is van. Málna Lamour. A különböző színű jégkásáktól mindegyiktől különbözőféle hangulatjelzőt lehet kapni, de ez mind pozitív általában, kivéve ha színűnek agyfagyása lesz. Következő vágy, hogy gyújtson meg egy kis tűzijátékot, ezt is mindjárt megtesszük. Meg is gyújtja a tűzijátékot, meg is kaptuk a boldogságpontokat. És most, hát most a térkép nézetben sajnos nem látszik ez a tűzijáték, de se baj. Még egy egyébként nagyon jó ezekbe a fesztiválokban, hogy mindig van evőverseny. Ezt ezeknél a kis standoknál tudjátok kipróbálni. És az a lényeg, hogy itt egy evőversenyen vesz részt a szím, és ingyen és bérmentve lényegében telelheti magát, és hogyha nyer, akkor még pénzt is kap érte. Nézzük, most a szímem benevezett, de úgy tűnik, hogy sajnos nincsenek ellenfelek, ezért most nem tudok részt venni az evőversenyen. Nem baj, együnk egy kicsit ebből a nyári finomságok rákcsabárból, vásároljunk ennivalót. Minden évszakban a különböző ételeket lehet venni, gyümölcspuncs, hasábburgonya, kávé, kürtöskalács, limonádé, tofudog, üdítő. Hát most legyen egy kis hasábburgonya. És a szímem megette a hasábburgonyát, most pedig egy idegennel táncol itt a fesztiválon. Nagyon jó táncosok. És legalább a társasága is növekszik ettől, hogy valaki mással táncol, nem pedig egyedül. Szeretne lehűlni, ez a vágy akkor jelenik meg, amikor a szím túl sokáig van a tűző napon, illetve ennek egy párja, hogy szeretne felmelegedni, ez pedig télen van, amikor túl sokáig van kint a hidegben. Most pedig nyomás haza, jöhet egy kis fürdés, aztán pedig alvás, mivel holnap munka lesz. Most pedig a szívem teljesen fel is töltődött, úgyhogy ideje felkelni, nézzük a... Egy kicsit koszos ez a sütő, úgyhogy meg is tisztítom. Utána pedig reggelizzünk valamit. Palacsintát szeretné is egyből elkészíteni. Készül a palacsinta. Igen. Gyorsan be is termeli, éjség maxon is van. El is mosogat, nagyon helyes. Most pedig, hogy a társaságot kicsit növeljük, ezért csevegjen a főnökkel.
ne legyen szomorú attól, hogy nagyon magányos. Még nagyon magányos, de ezen majd később segíteni fogunk, hogyha kicsit több ideje lesz a munkától. Úgyhogy fel is törtődött a jártassági szükséglet. Nézzük a kertet egy kicsit. Fonnyadnak a növények, úgyhogy ápoljuk is a kertet. Látjátok, hogy a fejes saláta növényem már be is takarítható állapotba került, tehát mindjárt le is fogja szedni a kifejlett salátákat a szímem. És itt az eszköztárban meg fognak jelenni. Itt van, 2 salátám van, és jó minőségű mind a kettő. Na, ez nagyszerű. A jobb minőségű ételekkel jobb minőségű ételeket lehet készíteni, és ettől nyilván a szímem is boldogabb lesz. Az alma is kész van, és 3 nagyon finom almát sikerült megtermesztenem. Jön is mindjárt az autó szímemért, úgyhogy elébe is megyünk, és gyorsan egy kis kemény munkát végzünk a munkahelyen. Reméljük, hogy hamarosan elő is fognak léptetni. Le is járt a munkaidő, kaptam 192 szimeleon fizetést, úgyhogy most haza is indulok, mert a szímem borzasztó állapotban van. Hát először próbálunk segíteni a szórakozás szükségleten, mivel nagyon stresszes is, és agyonhajszolt a kemény munkától. Úgyhogy remélem hamar nő a szórakozás, hiszen a többin is segítenünk kell, nagyon éhes is. Úgyhogy ideje lesz enni is egy kicsit. Ilyenkor, amikor nagyon éhes, általában azt választom, hogy harapjon valamit, jelen esetben lekváros kenyeret, mert ezt az ételt nem kell előkészíteni, csak simán előveszi a hűtőből. Most pedig nyomás aludni. Na, a szímem mindjárt teljesen kialussza magát. Látszik, hogy az éhsége megint nagyon lent van, és a higiéniája is. Hát mondhatjuk úgy is, hogy büdös a szímem. Gyorsan a számlákat kifizetem. Aztán, hogyha felkelt, akkor meg is fürdetem gyorsan, majd egy kis villásreggeli is jól jön, legyen gófri. Itt egy új vágy, hogy 7 haszonnövény a kertben. Ezt le akartam tenni, hogy teljesítem, de el is tűnt, tehát ezért kell nagyon figyelni, hogyha egy olyan vágy van itt a felső részen, amit szeretnénk teljesíteni, akkor időben tegyük le az alsók közé, különben el fog tűnni. Itt a szívem gyorsan meg is eszi a gófrit, és jönni is fog érte az autó, hogy elvigye a munkahelyére dolgozni. Megpróbáljuk még egy kicsit ápolni a kertet, mielőtt el kell indulni munkába, de már itt van értem az autó, úgyhogy indulni is kell. De a kertészkedés jártasságom pont 4-es szintűre fejlődött, ami nagyon jó. Próbáljunk egy kis kemény munkát, ha szerencsénk van, akkor maximumra fel is fog menni az eredmény mutató. Lássuk. Fel is ment maximumra az eredmény mutató, ez azt jelenti, hogy valószínűleg előléptetést fog kapni a szímem. Igen, végzett is a munkából, kaptam 184 szimeleont, és úgy tűnik, hogy elő is léptettek. Mostantól zöldségszelet elő, 384 bónuszt is kapott, és mostantól 39-et keres óránként. Ez nagyszerű. Egy kicsit a szórakozásán javítunk. Éljük a szürke hétköznapokat. Munka, hazaérünk, szórakozás, aztán alvás, de hát jelenleg még csak erre telik. Lett egy ilyen hangulati ez, hogy telefonfüggő az okostelefon használatától. Ez az egyetem kiegészítővel jött, innétől kezdve minden szímnek okostelefonja van, és tudnak rajta blogolni is, SMS-ezni. Úgyhogy ez nagyon jó kis találmány. Kicsit a szórakozást feljebb is tornáztam, most pedig ideje aludni. A szímem teljesen ki is aludta magát mindjárt, utána jöhet egy kis reggeli, legyen palacsinta. Most látjátok, hogy már a palacsinta nem kerül pénzbe, mivel a megtermesztett növényekből, például az almából tudok palacsintát készíteni. Nézzük a vágyakat. Fizetésemelést akar kapni, ez jó lesz. Az időjárás előrejelzést nem nézzük meg, mert még nincs se tévém, se számítógépem.
gyorsan meg is ette a reggelit, még elmegy vécére, aztán fürödni, itt pedig éppen egy kóbor macska szétszedi az újságjaimat. Nagyon örülök neki, gyorsan ki is dobom a régi és a szétszedett újságokat. Egyébként, ha túl sok régi újság gyűlik össze a ház előtt, akkor egy idő után nem fogják már kiszállítani az újságot. Valamint le is lehet mondani ezt a szolgáltatást a telefonba. Aztán ápoljuk is egy kicsit a kertet. Sajnos a szabadság még elég messze van, úgyhogy még güriznünk kell egy pár napot. Hamarosan itt is lesz a szimemért az autó, ami elviszi munkába. Ki is választottam a kemény bunkát, bár nem hiszem, hogy sokáig fogja bírni, mert nem túl boldog. És jött egy kihívás, mégpedig mosogasd el az eszköztáradban található tányérokat a következő műszak előtt, és a munkahelyi eredményeid javulni fognak. Jutalom jobb munkahelyi eredmények. Itt látszik is, hogy az eszköztáramba bekerült 5 darab tányér, amit ezek szerint el kell mosogatnom, és ez cserébe a munkahelyi eredménymutatóm nőni fog. Itt nézzük a további vágyakat. Nem érdekesek különösebben. Hamarosan a szímem be is fejezi a munkát, úgyhogy ha hazaértem, akkor ezeket a tányérokat el fogom mosogatni. Ezeket a kihívásokat érdemes mindig teljesíteni. Látszik, hogy már 2 is van nekem, mert igazán jó jutalmakat szoktak adni. Már 7500 boldogságpontom van, úgyhogy nagyon jól haladok. Most, hogy hazaértem, gyorsan a tányérokat el is mosogatom. Eltakarítom mindent. Így is. Remek, készen is vagyunk vele. Hát, egy kicsit a szórakozást megint följebb kell tornászni, mert agyonhalszolt a szímem, és stresszes, szokás szerint. De ez később mindenképp meg fogja hozni a jutalmát, tehát nem kell aggódni. Itt alszik egy kis kobormacska a házam előtt. Na, most, hogy a szímem teljesen ki is aludta magát, és a következő napon vagyunk, látszik, hogy megérkezett az ősz. Látszik, hogy a fám is ilyen vöröses árnyalatot vett fel. Ennek is külön fesztiválja van ennek az évszaknak, amit majd szintén meg fogok mutatni. De most egy kis reggeli, mondjuk palacsinta a megtermesztett almából. Igen, azonnal fel is ébredt a szívem, és meg is jelent a vágy, hogy elmenni az őszi fesztiválra. Inkább a... nem is tudom, melyiket vegyem ki. Hát talán a növények trágyázását, igen, annak a helyére teszem be az őszi fesztivált. Gyorsan meg is reggelizik a szívem. És 1 órán belül jön érte az autó, hogy elvigye munkába, de mi inkább gyorsan, buzgó mocsing módon elmegyünk hamarabb munkába. Itt látszik, hogy válítom a pedálozást a főnöknek, mivel itt látszik, hogy a teljesítmény most már a főnökkel való kapcsolat is beleszól. És látszik is, hogy a kihívás miatt meg is kaptam az eredménymutató növekedést, mert elmosogattam a tányérokat. Az pedig, hogy sikerül az előléptetést is megszereznem, már a következő részben fog kiderülni. Remélem, élveztétek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!